Sziasztok, üdvözöllek benneteket, én Hullander vagyok, és ma a Duet című játékkal fogunk játszani. Mielőtt bármiben is belekezdenénk, azelőtt elmondom nektek, hogy itt találtok egy linket, és ez a link ez nem vezet máshova, mint egy általam készített német nyelvű Duet videóhoz, ugyanis ZK mondta, hogy holnap, ami azt jelenti, hogy hétfőn délben nyelvvizsgázni fog, és hogy milyen király lenne, hogyha csinálnék neki egy német nyelvű videót, hogyha csináltam egy német nyelvű videót, csak hogy lássátok azt, hogy még egy 7500 feliratkozós csatorna is mennyire személyes tud maradni, és kevésbé személyeskedő, ami lényegesen fontosabb. Jó, Duet. Oké, a játék maga, most hamarabb vettem fel a német nyelvű videót, mint a magyart, úgyhogy én már tudom, hogy miről szól. Ezt e-mailben kaptam egy Eric Johnson nevű fickótól, kaptam egy szimbulcsot, hogy játszunk ezzel a játékkal, úgyhogy szerintem akkor kattoljunk is a playre, és nézzük, van story, challenge, epilógus, encore, speedrun, mit tudom én, storyval fogunk játszani, és mivel én már itt egy pár pályát végigvittem, hány pályából áll egyébként ez az egész? Egész sokból. Én már egész sokáig eljutottam, úgyhogy most itt a Dü nevű fejezetnél fogjuk folytatni, annak is a második pályájánál. Kettő kis golyónk van, jobb, tehát A-val mozgatjuk őket balra, D-vel mozgatjuk őket jobbra, és tök egyszerű, itt vannak ezek a kis téglalapok, tehát ezek a kis blokkok, és akkor ezeket kell kikerülgetnünk. Eléggé szédítő a játék, engem a háttér mindig úgy bezavar, hogy így minden mozog körülöttem, de attól függetlenül csinálható, hogyha megnézitek, esetleg tudtok németül, és akkor megnézitek a német nyelvű videót, akkor ott látjátok, hogy azért eléggé sokat, némelyik pályán eléggé sokat küzdöttem vele. Érdekes, mert érdekes, mert vannak olyan pályák, amelyiken simán végig tudok menni, így elsőre, és vannak olyanok, amelyikeken meg magán a pályának a taktikáján kell egész sokat gondolkozni, hogy akkor pontosan melyik szinten merre kell menni, és hogyan, mármint hogy merre kell fordulni, és akkor azt hogyan lehet megcsinálni. Eléggé leköti az embernek a figyelmét az, hogy egyszerre beszél, és ezzel a játékkal játszik, mert így beszélek, és lényegében közben így folyamatosan beszélgetek a fejemben saját magammal is, hogy akkor most merre, most jobbra, most balra, most váltsak-e irányt, vagy most ne váltsak-e irányt. Jó, oké, és akkor ezt még elképzelhetitek, hogy még németül is milyen iszonyat volt, hogy akkor még közben még németül is gondolkozzak, és egy kicsit átállítsam a fejemnek a gondolkodását németre. Na igen, vannak ezek a forgós blokkok, amik eléggé szivatósak, mert azt sem tudom hirtelen, hogy melyik irányba fordulnak, és sikerült a napi kihívást, azt elértük, azt megcsináltuk, és megyünk tovább. Aha, most megcsináltuk, itt jobban látjátok, hogy megcsináltuk a Dü szintet, és haladunk tovább. Egyébként tehát nem csak a VSD-vel, hanem az egérrel is tudjátok mozgatni ezt a két kis golyót, a jobb kattal, jobbra, bal kattal pedig balra mozognak. Nagyon nehéz, mivel minden forog, és a háttér is össze-vissza forog, ezért nagyon nehéz így meghatározni, hogy mi merre, melyik irányba forog. Aha, ez így nehéz lesz, szóval először, tetszik egyébként, hogy ez a festék, vagy vér, vagy mit tudom én, hogy micsoda ott marad a kis kockákon, meg egyébként is eleve kétfelé kell figyelni már maga a játéknak a játszása közben, mert ugye kétfajta kis golyód van, és attól, hogy a egyik felen átérsz, attól még nem biztos, hogy a másikon átértél, ez eléggé necces lesz. Nem jó, rossz irányba tekertem. Na ez az, és akkor még a háttér is tekeredik, tehát... Itt egy taps kijár magamnak, néha azért a Na jó, szóval a bénaság befigyel, meg az inkompetencia is, amit ez a játék közben még kimondani is nehéz. Oké, na próbáljuk meg. És majdnem belementünk a pirossal is, de hál' Istennek sikerült ezt elkerülni. Nem tudom egyébként, hogy ezt a játékot mennyi idő alatt lehet végigvinni. Ugye most már ez a második 10 perces videó, mert ez is egyébként egy 10 perces videó lesz, ami készül a játékról, tehát
már nagyjából elérkeztünk a pályának a felére, vagy a játéknak a feléig, körülbelül 20 perc alatt, úgyhogy... Oké, király, jó. De kicsit egy ilyen varrónőnek érzem magamat, hogy közben át kell itt a dolgokat fűzögetni egyik helyről a másikra, vagy a golyókat, mint hogyha egy cérnát szeretnék egy tüvön, basszus, pont a sarkába, mint hogyha egy cérnát szeretnék a tüvön átfűzni, és nem tudom, hogy mi volt az előbb az hang, amit kiadtam, de minden esetre nekem jól esett. Mindig mindennek a sarkán placsadok szét. Oké. Jó, hát, oda, gyorsan teker. És nem voltam elég gyors, túlságosan sokat tekertem, szerintem legalábbis jobb oldalra. Egyébként hát nyilván, ahogy látjátok, a játék közben annyira sok mondani valója és annyira sok mély gondolatai nem keletkeznek az ember fiának, hát mit nem mondjak, de mindattól függetlenül egyébként játszani egész érdekes, mondjuk, hogyha nem ingyen lett volna, akkor ezért biztos pénzt nem adnék ki, de na mindegy, attól függetlenül egy kis ilyen menet közben gondolkodós, kicsit reflex játék, és minél többet játszok vele, annál most már egyébként érzem, most már körülbelül egy negyed órát játszottam vele összesen, és most már érzem például már magamon, hogy oké, most már kezdek elfáradni, most már nem tudok egyszerre két helyre figyelni, és ebben tudjátok mi a legrosszabb, az, hogy még egy World of Tanks-ot is föl kéne vennem. Na nem igaz, hogy mit bénázok már ezzel a pályával ennyit? És az a poén az egészben, hogy folyamatosan ugyanazoknál a részeknél követem el ugyanazokat a hibákat, hogy a fenébe kellene azt ott megoldani. Tehát ezt itt kikerülöm világos, átmegyünk közötte, ezt itt kikerülöm így, és utána minél hamarabb kell, tehát azt a következő részt, ahol mindig szétplacsanok, azt ott ilyen függőlegeshez közeli állásban kell letudni, és vagy a másik irányba kell elkezdeni, talán egy kicsit el kell kezdeni bal oldalra tekeredni a függőlegesből, és utána hirtelen átváltani a másik irányba, és utána pedig visszaváltani, csak közben figyelni arra, hogy a fölsővel meg bele ne ütközzünk a utolsó akadályba, vagyis hát remélem legalábbis, hogy az a pályának az utolsó akadály, és nem az utolsó akadály a pályán. Oké, jó. Egy kör, még egy kör, vissza, átfűzzük, gyerünk át, jó. Jaj, öcsém, de nehéz. Egyébként érdekesek ezek a kis ilyen logikai reflexjátékok. Nyilván, ja nem, ezt most pont a másik irányba kell pörögni. Miért nem látom, hogy melyik irányba kell pörögni? Egyszerűen az agyam nem tudja ezt így ilyen tempóban feldolgozni, hogy mikor melyik irányba pörgünk, pláne hogyha így... És már megint... Úgy érzem, hogy az a fölső, az a gyorsan pörgős, ahhoz az A betűt kell nyomnom, hogy arra felé pörögjek, de nem, mert ahhoz a D betűt kell nyomnom. Oké, szóval igen, jó, most a D betűt kell nyomnom, most az volt a baj, hogy elbizonytalanodtam, hogy biztos, hogy jól mondtam-e, és hogy tényleg azt a betűt kell lenyomni, de igen, és most meg, mintha valamitől, és már megint az A betűt nyomom, mintha az előbb valamitől fel is gyorsult volna, most egy gyorsabbnak látom az egészet. Oké, jobbra, D betű... Most egy kicsit túl sokáig nyomtam talán a D betűt. Lehet, hogy van benne valamilyen büntetési rendszer, hogy minél többet szívsz egy pályával, annál gyorsabbak lesznek a pályák, bár mondjuk gondolom alapból is, tehát itt saját maguktól is egyre gyorsabbak lesznek a pályák, és igen, túlságosan sokáig nyomom a D betűt, tehát nem forgunk ki D betűvel belőle. Oké, vissza, és pont belefordultam, jó, szóval nem forgunk ki D betűvel belőle, hanem amikor már majdnem ott vagyunk, hogy kiértünk, csak akkor nyomjuk meg a vagy akkor elengedjük a D betűt, vissza, és a tetejébe bele. Igen, azért ezzel a nehézségi szinttel már nem feltétlenül olyan iszonyatosan gyorsan végigjátszható játékkal állunk szemben. Most az alsónál nem figyeltem, mert a fölsőnél néztem, hogy miben fogunk szétplacsulni. Jó, szóval oda, vissza, ide, és egy kör, és meg vagyunk. Jó! Hú, ellenállás az nem egy opció. Oké, hát
Értem én, hogy merre kell, értem én, csak merre kell fordulni. Jó, szóval D. Jó, és nem jó. Szóval elméletileg még ezt a pályát még megpróbáljuk megcsinálni, szóval D, A, D, nem. Az ott milyen betűs az a harmadik? Ahhoz most az át kell nyomjam, vagy a D-t kell? Nem, ehhez a... Tehát az elsőhöz a D, utána az át. Tehát D, A, D, nem, ahol a másodikhoz is az át, tehát D, A, A. Nem, D. D, nem A, hanem D. Nem tudom, hogy az anya miért nem tud ezzel együtt élni. Szóval, na nézzük. Szóval, itt D, A, A. Jó, és akkor valószínűleg a következő is D lesz. Tehát D, D, A, A, D, D. És az utolsónál pedig utána vissza kell forduljunk A-ra? Tehát itt D, egyszer A, kétszer, nem jó? Tehát lejön D, nem, kicsit gyorsabban. Tehát lejön D, kicsit lassabban. Tehát lejön D, D, egy A, még egy A, nem jó! Nem jó, nyugi. D, nem A, hanem D. Tehát érted, így mondom magamban, hogy D, hogy ne rontsam el, és ugyanúgy elrontom. D, vissza. Oh, jó, oké, megvan. A forradalmat megnyitottuk, innentől kezdve nekiállatunk, és lehetünk Petőfik, és teljesítettük is a negyedik fejezetet. Hány fejezet is van összesen? Story mode. És van még hátra 1, 2, 3, 4 fejezet van hátra, és teljesítettünk 1, 2, 3, 4 fejezetet, tehát lényegében most tartunk a játéknak a felénél, úgyhogy akkor szerintem ennyi volt már a duett, köszönöm a figyelmeteket, jobb oldalon felül megtehetek a szokásos linkjeinket a feliratkozáshoz, a teszelgetés sorozatunk a lejátszási listájához, valamint a további sorozatokhoz is, úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, búcsúzok tőletek, Mullander voltam, sziasztok!